Üdvözöllek! Én Tóticó vagyok, a Májva Alapítvány elnöke. Ményakrák túlélő, feleség, édesanya. A Májvavirág Virág a HPV prevencióért és a nőgyógyászati daganatban érintettekért dolgozunk. Azért hoztuk létre ezt a betegutat, ezt az online digitális betegút kísérőt, hogy még többet segítsünk neked. Neked, ha érintett vagy valamely nőgyógyászati taganatban, vagy ha hozzátartozó vagy. Amikor fellépsz az oldalra, ki kell választanod azt a betegséget, amely téged érint. A betegség kiválasztása után látni fogsz egy térképet. Ez gyakorlatilag a teljes betegút. A térképen állomások vannak. Ezekre az állomásokra rá tudsz kattintani, attól függően, hogy mikor találtad meg ezt a betegút kísérőt, hogy hol állsz most az utadon. De lejjebb is görgethetsz. Ott a betegségnek a definícióját, leírását találhatod meg, és hogyha még lejjebb mész, láthatod, hogy ketté oszlik a képernyő. A jobb oldalán, egy térképen egy kis virág elindul. Ez azért fontos, hogy mindig lásd, hogy hol vagy a betegúton, lásd az előtted levő lehetőségeket is. A bal oldalon pedig az egyes állomások leírásait találhatod meg, és minden állomás alatt segítő kiadványok, online linkek és egyéb hasznos videók találhatóak. Mindemellett, amit tudunk neked nyújtani, az a virágok közössége, ahol sorstársakra lesz, és azok az onkológiai központok, amelyek segítséget tudnak nyújtani a számodra. Nagyon fontos! hogy ezt a betegút kísérőt bármikor használhatod. Nem kell először végigolvasnod az egészet. Ennek talán pont az a lényege, hogy amikor felcsatlakozol, megkeresed azt az állomást, ahol tartasz, ott a legfontosabb információkat megkapod, és aztán mindig vissza-visszatérsz. Minden állomást meg is tudsz hallgatni, ha nem szeretnéd olvasni a tartalmat. Amennyiben további kérdésed van, megtalálhatsz bennünket a májvavirág.hu oldalon is. kitartást, sok erőt és gyógyulást kívánok!